Augusztus második felében jellemzően már elárasztják a görögdinnyék a piacok és az útszéli gyümölcsárusok standjait. Az ország főbb dínyetermő megyéiben, így például Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében már befejeződött a szezon, Szabolcsban azonban még jelenleg is folyamatban van a magról vetett növény betakarítása. A közelmúltban regisztráltakhoz képest idén több okból kifolyólag csökkent a termőterület nagysága, tudtuk meg a Fruit Web alelnökétől. Az előző évekhez képest a termésmennyiség hektára vetítve csökkent, és maga a termőfelület is csökkent országosan. Tavaly évben 4500 hektár volt az eltelepített dinnye, az idei évben pedig 4000 hektára csökkent. Ugye ez elsősorban a korai telepítésű dinnyéket érintette. Sokan bizonytalanok voltak a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet miatt, hogy akkor hogyan fog alakulni a piac. Na most az eltelepített dinnyék esetében ugye volt egy május-júniusi csapadékosra kívülsebb időjárás, ezért a szezon durván egy 10-15 nappal később indult. Ez jellemző volt a korai dinnyékre. Elmondható továbbá, hogy nem csak kevesebb, de a szokásosnál talán gyengébb minőségű is az idei hazai dinnye. Ennek oka, hogy érésére kedvezőtlenül hatott a szokásosnál is csapadékosabb és hűvösebb időjárás, így a gyümölcsnek nem volt elég ideje megkötnie a talajban. A termőterület csökkenéséhez hozzájárult egy évek óta tapasztalt jelenség is, a felerősödő import miatt ugyanis sok gazda gondolta úgy, hogy nem fog bele a folyamatba. Szezon elején ugye elég nagy az importnyomás, főleg ez a júniusi időszakra jellemző. A görög dinnye Törökországból és Olaszországból származó importdinnyék, úgymond versenytársai a magyar dinnyének. És ugye ez egyre jellemzőbb, fokozódik évről évre. És ugye ez okoz egy olyan problémát, hogy mire megjelenik a magyar dinnye, addigra már a vásárló már úgymond jól lakott az importdinnyéből, tehát nem keresi úgy, amikor elindul a szezon a magyar dinnyé. Ugye ez a fogyasztásra is van egy csökkentő hatással, és sajnos az ára is. Most idén ugye jellemző volt az, hogy hiány van, ezért hál' Istennek magasabb volt a termelői ára az elmúlt évekhez képest. Gubacsi Zoltán hozzátette, a déli országokból importált növények kereskedelmét már érdemben nem befolyásolta a koronavírus, emiatt is kerültek hátrányba a magyar termelők. A felsorolt körülmények miatt a görögdinnye fogyasztói ára is emelkedett. A tavalyi 170 forintos átlagár idén a 200 forintot is megközelíti.